Hatalmas sikereket ünnepeltek csütörtök délután a kecskeméti Star Gym versenyzői, új világbajnokot avattak. A június 16-i hétvégén a kecskeméti Star Gym versenyzői két rangos megmérettetésen is küzdöttek az elsőségért. Antal Ferenc Manó és Németh Attila már pénteken repülőre szálltak edzőjükkel, Csillag Tamással. Angliában a Superfight Series Championship által megrendezett gálán amatőr K1 világbajnoki címmérkőzésen léptek szorítóba. Antal Ferenc 5x2 percben, kőkemény ütközetben nyerte meg a mérkőzést angol riválisával szemben, így Manó derekára került a világbajnoki öv. Attila szintén nagyon parázs mérkőzést vívott angol ellenfelével, de sajnos nem tudott győzni a címmeccsen. A csapat másik fele a Budapesten megrendezett Vakó Kickbox világkupán vett részt Tóth Attila edző kíséretében. A sporteseményen 43 ország 2000 versenyzője indult, a Star Gym felnőtt versenyzői közül Schneider János és Gera Zorka lépett szorítóba. Zorka az 5. helyen végzett. Ajtai Benjamin 63,5 kilóban junior korcsoportban a döntőig jutott és ezüstérmet szerzett a világkupán, ami hatalmas eredmény a 17 éves kecskeméti harcostól. Mindkét versenyen különböző szabályrendszer alapján kellett küzdenie a fiataloknak. Én szeretem azt, hogyha a versenyzőim folyamatosan versenyeznek és szerzik a rutint, így több szabályrendszerben is, ahol éppen verseny van és nekünk megfelel, ott elindítom őket, és próbálunk minden szabályrendszerben, minden menetidővel dolgozni. Elég nehéz egyébként ezt így összerakni és átállni. A megfelelő rutin megszerzéséhez mindez elengedhetetlen, márpedig a Star Gym nevét nem csak idehaza, de világszerte is kezdik egyre inkább megismerni. Igen, én is úgy gondolom, és most már számolnak is velünk. Ugye országszerte eléggé, és nemzetközi szinten is, ugye Európa bajnokokat is avattunk már itt a Star Gymben tavaly. Idén is odaértünk a dobogóra, úgy gondoljuk, hogy az idei világbajnokságon is elég nagy eséllyel fogunk indulni. A harci kedv megvan a harcosokban, és az ösztönzés sem maradt el. A fiataloknak, akik jutalmat is átvehettek, dr. Salac László országgyűlési képviselő is személyesen gratulált.